Ez a kiállítás automatikusan vonza maga után az emlékezést. A mindössze, vagy már 3 éve elhunyt művész, tanítványainak is nagyon hiányzik. Németh Pál szobrászművész a Munkácsi díjastól tanulta az alkotás örömét, szépségét. Az emlékezés mellett azt gondolom, számomra ez inkább egy nagyon komoly felkiáltójel az ő esetében, és nagyon örülök, hogy ez a kiállítás megvalósult, ami részben köszönhető az örökösei, a gyerekei munkájának, illetve Bak Péter galériájának, aki ezt a kiállítást bevállalta és bemutatta. A kiállítás lényege, hogy ismételten ráirányítja a figyelmet egy olyan alkotóra, aki Magyarország szobrászatának egyik kiemelkedő művésze, akinek köztéri munkáival a pécsiek naponta találkozhatnak, mondta Németh Pál. Az Színház téren, a Székesegyház kapuján és még számos helyen egyébként, nem csak Pécset, hanem Budapesten, az országban. Számomra, mint tanítványának, nagyon izgalmas látni ezt az anyagot egyébként így, igazából jó lenni a mestertárgyai között, még akkor is, hogyha pontosan tudom, hogy ő maga ezzel a kiállítással soha nem értett volna egyet, és soha nem is valósult volna meg az ő életében ez a kiállítás. Ez leginkább amiatt, hogy a 90-es évek közepétől Rétfalvi Sándor elzárkózott minden ilyen megmozdulás elől. Bizonyos szempontból egyfajta ilyen önként vállalt számüzetés volt az, ahogy ő Bök János utcai házába tulajdonképpen én életemben bezárkózott, és körbe rakta magát azokkal a tárgyakkal, amelyek egyébként itt vannak most vitrinekben, LED fényekkel megvilágítva egy teljesen más kontextusban, mint ahogy egyébként az ő számára ezek a tárgyak működtek, és ugyanakkor, hogyha itt lenne, és látná ezt a kiállítást, én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy persze dödögne, és nem értene vele egyet, mert ő visszokott, de biztos vagyok benne, hogy csodálkozna rajta. És hogyha megpróbálnám meggyőzni azzal, hogy de mester, nézze meg, működnek ezek a tárgyak, és erre azt mondaná, hogy persze, Palika, működnek, mert hogy ezek szobrok. Rétfalvi Sándor Bronz Lélek Természet című tárlata a szakralitás és tájszobrászat világából merít a bemutató alkalmára. Bak Péter művészettörténész a kiállítás kurátori feladatait is ellátta, mindig egy új kihívást jelent számára, egy új kiállítás megszervezése, installálása. Az ösztöneimre hagyatkozok, hogy éppen a tárgyak mikor, hogy állnak éppen jól, mert sokszor lehet, hogy itt a szakrális tárgyak, illetve a tájszobrok azok egymást ütik, de hogyha túlzsúfoljuk őket egy térbe, vagy éppenséggel nem úgy néznek ki jól egymás mellett, ahogy most azt a pillanatra az ember eldöntené fejbe, és tényleg mondjuk oda kerülnek, és kiderül, hogy ez így nem jó, na akkor jön a változtatás, és akkor borul az egész, és akkor meg kell találni azt, hogy melyik tárgy mivel passzol. És egyáltalán nem zavaró az, hogyha egy tájszobor mellett mondjuk ott van egy kicsivel elütő, akár szakrálisabb, vagy éppen ezek egy térben mutatkoznak meg, mert a tér, hogyha azt úgy követeli meg, vagy éppen a szem úgy követeli meg, akkor ezek megférnek egymás mellett. Nagy segítségemre van dr. Fekete Dénes is, illetve azért kiállítás megnyitók előtt pár ismerősömet ide hívom, hogy na, mit szóltok ehhez? És azt mondják, hogy hát, hogyha ez így jó, akkor marad,
ha azt mondják, hogy nem jó, akkor van, hogy akkor is marad, mert már készen van, de alapvetően hallgatok a többség szavára, és hogyha kell, akkor változtatunk. Az alkotások Pécsen a BAG galériában megtekinthetők.